Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írt könyv 18. részének 18-tól 28-ig terjedő verseiben, amit ülve hallgassunk meg figyelmesen. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 18. részében így hangzik Isten igéje. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Akvillával együtt. Efézusba élve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta: ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Aztán elhajózott Efézusból. Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiochiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Isten áldása legyen az ő igéjének a szívünk befogadásán, válaszoljunk rá imádsággal. Mindenható, örökkévaló, szent Úristen, szeretnénk illendőképpen megalázni most magunkat előtted. Valljuk, hogy egyedül téged illet minden dicsőség, és bűnbánattal valljuk be, hogy sokszor mégis mi dicsekedünk azzal, amire te segítettél el kegyelmedből. Isten, légy irgalmas nékünk, bűnösöknek! Köszönjük, hogy bűnösöket is magad elé engedsz, a te egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak az érdeméért. Áldunk téged, mert az ő kereszt áldozatára nézel, és rajtunk könyörülsz meg. Nagy szükségünk van a te könyörülő irgalmadra. Csak az elmúlt napokban is sokféleképpen vétkeztünk ellened és egymás ellen. Kérünk, ajándékozz meg minket azzal, hogy bűnnek lássuk a bűnt, és hittel meg tudjuk ragadni a te bűnbocsátó kegyelmedet. Köszönjük, hogy kegyelmed bizonysága az is, hogy most itt lehetünk. Köszönjük, hogy te keresel minket, te tudsz kimenteni jelen állapotunkból, egyedül te tudsz megajándékozni mindazzal, amire szükségünk van ebben az életben és az örök életben.
kérünk, hadd legyen ez az óra a te ajándékozásod alkalma. Köszönjük, hogy Jézus Krisztussal való tekintettel atyánknak szólíthatunk. Köszönjük atyai türelmedet és meg nem érdemelt szeretetedet. Kérünk, hajolj közel most hozzánk, hogy halljuk, amit mondasz. Könyörülj rajtunk, hogy meg ne keményítsük a szívünket, amikor ilyen kivételes alkalmakban részesítesz, hogy a hívők közösségében együtt figyelhetünk szabadra. Tedd az emberi szót teremtő igévé. A te szent lelked tegye számunkra meggyőzővé mindazt, amit te mondasz nekünk. És segíts, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk, hogy a te igéd megtartson minket az örök élete. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az Ézsaiási igével hirdetem. Ezt mondja az Úristen, a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Amen. Úr Jézus Krisztus, alázatosan kérünk, hogy ne csak újabb információkat halljunk most rólad, hanem téged hadd ismerhessünk meg mindnyájan. Kérünk, hogy a te szent lelkeddel vidd végbe ezt a csodát. Amen. Isten igéjét hallottuk az imént a Cselekedetek könyve 18. részéből, a 24-től 26-ig terjedő verseket ismét olvasom. Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor azonban meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Eddig az ige. Kedves testvéreim, 11 vasárnapon volt már szó arról, hogyan használ Isten egyszerű, kevéssé ismert hívőket is fontos feladatok elvégzésére. És láttuk azt, hogy bármelyikünk áldott eszközzé válhat Isten kezében, aki kész bízni benne és engedelmeskedni neki. És nincs a földön ennél magasabb rang, ennél tiszteletelméltó pozíció, mint amikor valaki Isten munkatársává válhat. Legutóbb, még pünkösd előtt egy házas párról volt szó. Akvila és Priscilla sátorkészítő iparosok voltak, de már akkor is láttuk, hogy milyen sokat tettek az evangélium terjesztéséért, emberek üdvösségéért, és milyen értékes munkatársaivá váltak Pál apostolnak. Legutóbb három tulajdonságukat hangsúlyoztuk, mindenek előtt azt, hogy vezethető hívők voltak, akik készek voltak mindig oda menni, ahova Isten küldte őket, és azt tenni, ami ott a feladatuk volt. Aztán láttuk, hogy a munkájukból nem meggazdagodni akartak, csak megélni, mert az idejük jó részét szabadon hagyták Isten számára, a lelki munka számára. És láttuk, hogy mennyire természetes volt számukra az, hogy a háttérben maradjanak. Miközben az apostolok végezték a front szolgálatot, aközben ők a maguk csöndes, de hűséges módján a hátvéd szolgálatot végezték. És ez ugyanolyan fontos, mint az előbbi. Kövessük őket most tovább a misszió útján. A Fekete-tenger partjáról előbb Rómába mentek,
aztán vissza 1000 kilométert Korintusba kellett költözniük, és most azt olvastuk, hogy onnan még keletebe, jó 400 kilométernyit Pál apostollal együtt Efézusba hajóztak. A mai történet ebben a városban zajlik. 3, illetve 4 szereplője van, Pál apostol, ez a bizonyos Apollós, és a már ismerős házaspár, Akvila és Priscilla. Mindegyikükről valami fontosat mond alapigénk, de mindent, ami itt le van írva, ennek a házaspárnak a szemüvegén keresztül látunk. Mit tudunk meg Pál apostolról? Azt, hogy 1,5 évi korintusi munkálkodás után úgy határoz, hogy visszamegy Jeruzsálembe, illetve Antiochiába, ahonnan kiküldték őt erre az útra, ahol folyamatosan imádkoztak érte, és ahova visszatérve be kellett számolnia Isten nagy tetteiről. Útközben azonban megállnak Efézusban. Pál csak annyi időt akar itt tölteni, amíg a következő hajó tovább indul, közben azonban egy szombat is volt, és szombaton elment a zsinagógába, és beszélt az egybegyűlteknek Jézus Krisztusról. És itt olvassuk ezt a ritkán előforduló megállapítást, amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk. Végre valahol erre kérik. Nem akarják megverni, mint sok más helyen, nem űzik ki a zsinagógából, nem utasítják vissza a tanítását, érdeklődéssel hallgatják, és szeretnék még a részleteket is megismerni. Arra kérik, hogy hosszabb ideig maradjon ott. Ezt az alkalmat meg kell ragadni. Ezzel a lehetőséggel feltétlenül élni kell. És ezzel szemben mit tesz Pál? Amikor erre kérték, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten is úgy akarja. Aztán elhajózott Efézusból. Miért csinálja ezt? Nem makacságból, nem azért, mert konokul ragaszkodik eredeti tervéhez, hanem azért, mert azt az eredeti tervet is a szolgálat ura, Jézus Krisztus szabta eléje, és Jézus őt most nem Efézusban akarja látni, hanem másutt. Éppen ezért hiába marasztalják, ő nem hajlandó, hanem tovább megy. Mert Isten engedelmes szolgáinak a számára természetessé válik az, beidegződésükké lesz, hogy azt teszik, amit a szolgálat ura parancsol. És itt érdemes megvizsgálnunk ma azt, hogy milyen indítékokból szoktunk mi cselekedni. Vannak emberek, akikben nagyon erőteljes a kötelességtudat, és ez alapjában véve igen dicséretes, de nem mindig esik egybe az engedelmességgel. Vannak, akik bizonyos külső kényszerek nyomására cselekszenek, sodoródnak. Van, amikor a velünk szemben támasztott igényeknek akarunk eleget tenni. Mint itt is jelentkezett egy nagyon várva várt, kívánatos igény. Maradj még, hirdess nekünk a Jézusról szóló evangéliumot. Hurrá, mindent félre kell tenni, itt kell maradni. Na de az apostol azt mondja, hogy egy valamit nem lehet félre tenni. Mit parancsolt Jézus? Már ezt megelőzően. Akkor nem utasítja vissza durván a meghívást, mert ezt soha nem szabad bántóan és durván tenni, mindig szeretettel és alázattal, de ezzel a bátorsággal. Azt mondja, hogy most nem, hanem ha az Isten akarja, visszajövök hozzátok. Vissza is ment, és akkor áldotta meg Isten az ő ottani szolgálatát. Tehát az emberek igényesen döntheti el, akár milyen nemes az, hogy ki mit tegyen. Sokszor egyszerűen az alkatunkból következik, a beidegződéseink, a szokásaink határozzák meg, hogy mikor mit cselekszünk. Vagy egyfajta verseny, sokszor nemes verseny, itt nem lehet lemaradni, mindent bele. Pál apostol példája arra tanít minket, hogy ha valaki
csak ugyan Jézus Krisztus tanítványaként akar élni, akkor neki egyetlen döntő szempontja lehet minden esetben. Az, amit Pál a damaszkuszi úton így kérdezett Jézustól, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mostantól kezdve te parancsolsz nekem, és ez nem üres szólam, hogy Uram, hanem ez hitvallás, és én azt akarom tenni, amit te mondasz. És ha az egészen más, mint amire vágyakozom, akkor félreteszem a vágyaimat. Pillanatig sem tétovázok. És ha egészen más szeretnének most tőlem az emberek kapni, majd megkapják később, vagy mástól, vagy nem kell megkapniuk, ha az én Uram mást parancsol, azt csinálom. Ez Pál számára soha nem volt kérdés, és ezért kísérte gazdag áldás az ő életét. A fő rendező elv Isten gyermekei életében csak az lehet, amit Péter apostol így ír, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátha levő idejét. Ki az közöttünk, aki megfontoltan, eltökélten azt kéri ma az ő élete urától, hogy Uram, segíts engem, hogy szabad legyek minden emberi vágytól, akár másokban születik ez meg, akár bennem, és segíts az életem hátha levő idejét, feltétel nélkül a te akaratod szerint eltölteni. Az ilyen emberek lesznek Isten kezében használható eszközökké, az ilyenek tudnak többet adni másoknak, mint ami bennük van, az ilyenek múlják fölül önmagukat, mert Isten önmaguk fölé emeli az engedelmeseket, és ő használja őket mások javára. Ezt sokszor a környezetünk nem érti. Ezzel számolni kell, ezért mondtam, hogy nem szabad bántóan és durván, alázatosan és szeretettel, de ezzel a bátorsággal, amire itt Pál apostol példát ad. Érdekes még, az se fontolja meg, hogy szegény Akviláék itt maradnak egyedül, ide jöttek velem hűségesen Efézusba, én meg megyek tovább, jaj, mi lesz velük? Nem jaj, mi lesz, hát ők is az Úr Jézus tanítványai, majd azt fogják tenni ott, amit Pál nélkül tenniük kell, mindjárt látni fogjuk, hogy milyen szép feladatok sorakoztak ott a számukra, és ők se háborognak, hogy ő miért utazik tovább, minket meg itt felejt, nem ott felejti. Hát itt a rendezés szerint történnek az események, az egyiket ott akarja használni az Úr, a másikat itt, és mindkettő ott lesz a helyén, és ott lesz áldássá, ahol Jézus akarja használni. Nem beszélve arról, hogy milyen nagy szabadságot jelent ez az engedelmes hívőnek. Hogy nem a körülmények kényszerítenek, nem a magam vágyai hajtanak, nem a velem szemben támasztott igényeket fogom kiszolgálni, hanem az én Uramnak szolgálok. És akkor fogom azt adni, amire ott szükség van. Miben kellene nekünk most szabaddá válnunk mindenféle idegen indítéktól, és egészen szabaddá lenni arra, hogy Jézusnak engedelmeskedjünk. A másik szereplő Apollós. Mit tudunk róla? Azt, hogy alexandriai származású zsidó férfi volt, aki még szónoklattant is tanult, azon kívül nagyon művelt, a tudományokban járatos ember volt, az Ószövetséget alaposan ismerte, és különös módon ott Alexandriában már Jézusról is hallott, és amit róla hallott, az tovább mondta másoknak is. Még a zsidó hitsorsosainak is a zsinagógában kezd beszélni Jézusról. Alexandria volt akkor a tudományok és a művelődés fellegvára, könyvtára az egész ismert világon ismert volt, és akinek megadatott, hogy Alexandriában születhetett, ott tanulhatott, azt arra már eleve nagy tisztelettel néztek, az tekintélyes, tudós embernek számított. Milyen nyereség az, hogy egy ilyen Apollós is beáll a misszióba, és beszél Jézusról. Akvila és Priscilla szeme is fölcsillant,
amikor a zsinagógában Apollós Jézusról kezdett beszélni. De valami mégis beárnyékolta az örömüket. Valami hiányzott Apollós tanításából. Nem úgy beszélt Jézusról, ahogyan azt Páltól hallották, ahogyan ők is szoktak, és ahogy sok egyszerű hívő is, aki már ismerte az Úr Jézust, bizonyságot tett róla. Apollós tanításában sok ismeret volt, szép szavakkal adta elő a mondani valóját, de mintha éppen Jézus hiányzott volna belőle. Jézusról beszélt, ezt olvastuk itt is, de nem történt meg az, amit Jézus ígért az övéinek, hogy nem ti lesztek, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke szólt ti általatok. Jézusról hangzott a szép és tudós beszéd, de nem szólalt meg az élő Krisztus. És ezt érezték meg Akviláék azonnal. Van ilyen, testvérek? Van. És amit most mondok, azt a tőlem telhető legnagyobb szeretettel, de féltő szeretettel mondom. Itt ülnek közöttünk most is sokan, akik tanult emberek, sok mindent tudnak Jézusról, mert sokan hétről hétre hűségesen hallgatják az ige hirdetést, de talán még mindig nem ismerik Jézust. Mert más dolog hallani valakiről sok mindent, és más dolog ismerni őt. Más dolog olvasni más egyéb kontinensek természeti szépségeiről, és más ott járni, és közvetlenül tapasztalni azt. És Jézust is lakva ismerni meg. Azok ismerik Jézust, akik együtt élnek vele. Vasárnap és hétköznap, egyedül és hitetlenek közösségében, éjjel és nappal, ébren és álmokban. Azok ismerik meg Jézust, akikkel megtörtént az, amiről csütörtök este beszélt itt az ige hirdető, hogy egyszer sarkig nyitották az életük ajtaját a kopogtató Jézus előtt, ki is mondták, hogy Úr Jézus, eddig nélküled éltem, gyere be az életembe, és te legyél ott az Úr. Jézus meg kinyitotta a szemüket, ahogy ott a igében hallottuk, felöltöztette őket az ő igazságának a fehér ruhájába, és megajándékozta őket az üdvösség tűzben próbált aranyával. Az ilyen emberek úgy élnek ettől kezdve, hogy betölti a szívüket a Jézussal való közösség örme, a tőle kapott ajándékokért való hála, és ők egy tapottat se akarnak többé eltávolodni tőle. És éppen ebben az élő Krisztussal való folyamatos közösségben jelenti ki magát nekik Jézus. Ezért már nem csak hallanak róla, hanem egyre mélyebben megismerik őt az együtt élés során. És amikor ők megszólalnak Jézusról, akkor tulajdonképpen ott nem is ők beszélnek már, hanem a hit által bennük élő Krisztus. Ezért van ereje a szavuknak. Ezért érződik meg az életükön, ahogy Pál apostol mondja, a Krisztus jó illata. Ezért vonzanak oda másokat is ő hozzá. És ez óriási különbség, hogy valaki tud Jézusról, akár sok mindent tud róla, mint Apollós, vagy ismeri őt. Hogy valaki hallott róla, és ezeket helyesen tanítja, vagy pedig az együttélés során kialakult közösségből beszél másoknak Jézusról. Jó lenne, ha ma mindnyájan megvizsgálnánk, hogy vajon objektív ismereteink vannak-e a mi megváltónkról, vagy pedig túlcsordulásig betölti a szívünket az iránta való szeretet és hála,
és a vele való bensőséges közösség határozza meg életünk minden dolgát. Innen, ameddig Apollós eljutott, mindenkinek el kell és el lehet jutnia, eddig az igazi Krisztus ismeretig. Sajnos sok prédikáció is úgy hangzik, hogy korrekt tanítás van benne Jézusról, de nem gyújt, mert nem a lélek tüze üt át rajta. És nekünk soha nem szabad beélnünk sem az ilyen prédikációkkal, sem azzal a félig meddig elindult kereszténységgel, ami Apollósa volt jellemző. Mert élet csak a Szentlélek munkája nyomán támad. És a mi új életünknek is csak ő lehet a szerzője, és ez az új élet egészen más, mint az, hogy sokat tud valaki Jézusról, és azt még esetleg el is mondja másoknak. Egyébként erre utal az a kifejezés, amit itt többen talán nem értenek, hogy Apollós csak a János keresztségét ismerte. A keresztség az mindig azt jelentette, hogy akinek a nevére megkereszteltek valakit, annak a tulajdona. Ahhoz tartozik, annak kötelezte el magát. Vele azonosul bensőleg is. Keresztelő János még az Ószövetséghez tartozott. Ez is mutatja, hogy Apollós még nem ismerte Jézust. Még nem kötelezte el magát neki. Még nem az ő tulajdona volt. Még nem hozzá tartozott. Csak róla beszélt. Nos, ebből az állapotból hívogat minket a mi Urunk magához, egészen közel a vele való közösséghez. És itt lép be a képbe megint ez a csendesen szolgáló házaspár. Akvilla és Priscilla hallgatják Apollóst, örülnek, hogy Jézus neve elhangzik a zsinagógában, tisztelet ébred bennük egy ilyen ékesen szóló, nagy tudományú fiatalember előtt, és közben a Szentlélek indítja őket arra, hogy segítsétek őt tovább, onnan, ameddig eljutott. Ez nagy dolog, hogy Jézusról beszél. Nagy dolog, hogy ott Alexandriában hallott róla, és elhitte, amit hallott. És nagy dolog, hogy ilyen színvonalasan mondja el, kellenek ilyenek is. De nem ismeri még őt. És mit csinálnak? Olyan szépen hangzik ez, hogy maguk mellé vették. Meghívják magukhoz egy tejára, ma így mondanánk talán. És ott mit tesznek? Kioktatják egy ilyen művelt és tanult embert? Nem kell kioktatni, hanem részletesebben, alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Elmondják neki, hogy ők kinek ismerték meg Jézust. Elmondják azt, hogy hogyan jutnak hitre és üdvösségre emberek. Elmondják azt, hogy Isten most is cselekszik. Ki ez a cselekvő Isten? És Apollós ezt meghallgatja, és komolyan veszi. És amikor tovább utazik, akkor azt olvassuk, hogy nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Már nem csak hitetleneknek tud ezt-azt mondani Jézusról, hanem még a hívőket is tovább tudja segíteni. A hitüket is tudja mélyíteni, mert már ismeri Jézust. Mert már maga Jézus szólal meg rajta keresztül, és használja őt másoknak a javára. Olyan kedves tulajdonsága ez is Akviláéknak. Nem morgolódnak, hogy miért felejtette ott őket Pál apostol, nem mondják azt, hogy majd, ha visszajön az apostol, ő elvégzi itt a munkát, ő is tanult ember, Apollós is tanult ember, jobb, ha ezek egymást oktatják, nem akarnak ők itt oktatni senkit. De a szívük a misszióért dobog. A szívük tele van Jézussal, tele van evangéliummal, és ez csordul ki a szájukon is. És egyszerűen elmondják azt, amit tudnak. Ők nem oktatnak, ők mutatják az utat Jézushoz. Az utat meg mindenki tudja mutatni, aki ismeri az utat és ismeri a célt. Nem kell ahhoz tanult embernek lenni.
és a tanult emberek is rászorulnak arra, hogy megmutassák nekik a helyes utat, amelyik ahhoz a célhoz vezet, ahova ők is igyekeznek. Egész egyszerűen ez történik itt, és ezért válnak ők használható eszközökké Isten kezében. Apollós meg a következő állomás helyein tapasztalja, hogy minden ékesen szóló beszédnél több történik, ott, ahol az élő Krisztus is munkálkodik. És ő most már Krisztust engedi munkálkodni. Mert ott bilincsek hullanak le megkötözöttekről, ott fölnyílik az emberek vaksi szeme a láthatatlanok érzékelésére is, ott lelkek menekülnek meg a kárhozatból. Nem csupán szép és okos beszéd hangzik. Olyan kedves ez is, hogy mielőtt útjára bocsátják Apollóst, ajánló levelet írnak neki. Mert beállít ismeretlenként más gyülekezetekbe, esetleg gyanakodva vagy bizalmatlanul fogadják őt. Nem csak útravalót készítenek, hanem levelet is, és aztán nagy segítségükre lesz az ottani hívőknek. Azok meg nem is hallották ezt a két nevet, hogy Akvilla és Priscilla. És miért kellett volna hallaniuk? Ez a házas pár továbbra is hátvédszolgálatot végez. Talán soha senki nem tudja meg, hogy Apollós miért tud olyan gyújtó, életet támasztó beszédeket mondani. Mert két ember egyszer közelebb vezette őt Jézushoz, nyitogatták a szemét, alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Isten ma nagyon gyakorlati feladatokat ad nekünk. Boldog ember lesz az, aki kíméletlen revíziót hajt végre, és megvizsgálja, hogy milyen indítékok alapján szokott cselekedni. És eldönti, hogy Uram, én mától kezdve nem emberek vágyai, én is ember vagyok, nem a magam vágyai, meg mások vágyai szerint, hanem a te akaratod szerint akarok csinálni mindent. És boldog ember lesz az, aki ha rádöbben arra, hogy eddig csak hallott Jézusról, de még mindig nem ismeri őt igazán, mert nem él együtt vele, az ma sarkig nyitja a szíve ajtaját, és azt mondja, hogy jöjj Jézusom, ne hagyj el, a szívünk várva vár. És boldog ember az, aki Akvilához és Priscillához hasonlóan másoknak is szeretettel tudja mutatni az Isten útját, egy szakaszon talán el is kíséri, aztán mikor magára hagyja, akkor bátorító levelekkel, meg szavakkal, meg az értehangzó, háttérben folyó további imádságaival segíti az illetőt, segíti az evangélium ügyét, szolgálja Isten dicsőségét és mások üdvösségét. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, kérünk, segíts most belenézni a te igéd tükrébe, és adj bátorságot ahhoz, hogy ami fogyatkozást találunk magunkban, azt pótoljuk, addig, amíg erre lehetőségünk van. És mivel mi magunkat nem tudjuk megajándékozni, alázatosan kérünk, hogy minden hitbeli fogyatkozásunkat te pótolt ki a te gazdagságod szerint. Mi pedig tartjuk a hitünk kezét, és engedjük, hogy megajándékozz minket. Könyörülj rajtunk, hogy egyikünk se maradjon ilyen a hit szempontjából, amilyenek most vagyunk. Adj nekünk egészséges növekedést, fejlődést, tisztulást, gyarapodást, hogy ne csak tudjunk rólad sok mindent, hanem ismerjünk, kövessünk és szolgáljunk téged. Könyörgünk azokért, akiknek különösen szükségük van most a te tanácsodra és segítségedre. Könyörgünk a vizsgázó fiatalokért, a pályájukat keresőkért, a pálya kezdőkért. Könyörgünk újra azokért, akiknek az árvíz elvitte mindenét,
könyörülj rajtunk is, hogy sokkal szívesebben tudjunk segíteni, ott, akkor és azzal, amire szükség van. Könyörgünk a betegeinkért, olyan sok súlyos betegről is tudunk, add a te békességedet a szívükbe, adj nekik reménységet, és a nyomorúság is hadd vigye közelebb hozzád őket. Könyörgünk a mi népünkért, adj ennek a népnek lelki ébredést, és olyan jövőt, amelyikben többen keresik és szolgálják a te akaratodat. És kérünk, segíts folytatni most az imádságot ebben a csendben, és majd otthon is, azzal a bizonyossággal, hogy te minden hittel elmondott imádságot hallasz, és arra válaszolsz. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békességnek Ura szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.